A 80 évvel ezelőtti Doni katasztrófa arra emlékeztet bennünket, hogy mi magyarok nem sodródhatunk bele mások háborúiba, ezt mondta közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója a Budapest 8. kerületében található tiszti hősi emlékműnél gyertyagyújtással tisztelgette a Donkanyarban 1943-ban hősi halált halt Magyar Honvédek emléke előtt. Üzenetében kiemelte, hogy Magyarországnak van mit tanulnia az elmúlt évszázad szörnyű és kegyetlen háborúiból. Ezt a tanulságot a magyarok számára földben és vérben mérik. Palás folytatja. Köszönjük szépen a szót, és itt van velünk már a stúdióban Ligeti Dávid, a Veritas Történelem Kutatóintézet és levétel Tudományos Főmunkatársa. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Picit reagáljunk a felvezetőben elhangzott gondolatokra, tehát Magyarország azért a történelme során, az újkori története során ez sokszor vett részt háborúban, kénytelen is volt jó néhányszor, és nyilvánvalóan amikor az ember háborúba megy, vagy háborúba vonul egy ország, annak megvannak a következményei, talán ezért is érdemes kiemelni a mostani orosz-ukrán konfliktust. Hát mindenképpen igen, hiszen a 20. századi történelmünk az egy ö hát nem csak jó forgatókönyv, hanem jó lecke is a jelen megértéséhez szó szerint, hiszen mind a két világégésben részt vettünk. Mondhatjuk azt, hogy akaratunk ellenére vettünk részt, különösen igaz ez a második világégésre, hiszen hát maga a Doni katasztrófa és az ismert előzmények révén tudjuk, hogy hogyan kerülnek ki honvédeink több mint ezer kilométerre az akkori Magyarország keleti határaitól. Tehát ez egy valóban egy intő példa, amit Hollik úr összefoglalta szépen a fogalmazványában, illetve megszólalásában. Tehát valóban ez, ezeket a tapasztalatokat gyűjteni kell, és hát át kell adni az útodainknak ez a legfontosabb feladat, megszólítani a fiatalokat, ami hát nem egy könnyű feladat ebben a mostani világban, hiszen a kultúra vizuálisá vált, és hát nem könnyű azokat a tapasztalatokat, amik leginkább a szaktörténelmi publikációban kötetekben, Öltönénk testet, ezeket átadni. Igen, de a, a dolognak a Doni katasztrófa 80 évvel ezelőtti történéseit ma mindenképpen, ha már azt mondta, hogy üzenetet kell átadni, és uh, Holik István szavaira reagálva uh, emlékeztetni az embereket arra, nem csak a fiatalokat, hanem mindenkit arra, hogy mit jelent egy háború és milyen következményei lehetnek. Természetesen, tehát ez uh, feladata minden korszaknak, hogy a történelmi tapasztalatokat földolgozza és beszélnünk kell arról, hogy miért beszélhetünk Donról 80 év elteltével, hiszen számos olyan konfliktus volt a magyar történelemben, az első világháború számos olyan csatája volt például, több ember veszett oda rövidebb idő alatt, mint a Don kanyarban, viszont a történeti emlékezet ilyen, hogy nem kerül megfelelő időszakban, amikor még élnek a túlélők, legalábbis egy nagy részük, akik el tudják mondani a személyes élményeket ezzel kapcsolatban, ez nem kerül be az akkori közbeszédbe, akkor ezek a történetek elvesznek, hiszen gyakori vád a szemben, hogy mit kerestünk mi ezer kilométerre a hazánk határaitól egy háborúban, ami nem a mi háborunk volt, ez valóban elmondható, hiszen lényegében mondjuk ki német érdekek mentén, azért, hogy németeknek legyen olaja a kaukázusban, megszerezhessék az olajmezőket, ezért halt meg több mint 100 ezer magyar honvéd 43. január februárjában a Donnál. Így van, ugye ön szerint akkor, ha már itt tartunk, és belementünk kicsit a történelmi részletekbe, mi vezetett a 80 évvel ezelőtt a szovjet áttöréshez és a második magyar hadsereg tragédiájához? Tulajdonképpen azt lehet, úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy a, a fő cél, az egész hadjárat fő cél, amit a németek elindítanak 42 nyarán, az az volt, hogy biztosítsák a kaukázusi olajmezőket, hiszen a háború folytatásához leginkább olajra volt szüksége ebben a helyzetben, és a mi honvédeink bekerültek abba a helyzetbe, hogy egy nehezebb arcvonalon, jóval erősebb túlerővel kellett szembenézni ők, mint azonok a katonáknak, akik a kaukázus felé meneteltek. Hát ebben az értelemben osztostak a hatodik hadsereg Sztálingrádi bal sorsában. Azt kell itt látnunk, hogy a Magyar Királyi Honvédség alakulatai tényleg számos hiányossága kerültek ki a keleti frontra. Ezt a nem lehet. De azt sem lehet tagadni, amit viszont eltagadtak a 89. időszakban. Az ugye azt mondták ott a szocializmusban, az volt a kommunikáció, hogy gyakorlatilag meghalni. Így van, így van. És Ezt a történészek nagyon nem szeretik hallani. Igen, hogy megfelelő felszerelés nélkül. Most itt azt lehet elmondani, ami a korszak legkorszerűbb felszerelése volt és a magyar királyi honvédség rendelkezésére állt, az gyakorlatilag 100% ban kikerült a keleti frontra. Tehát ez faktum. Tehát lehet vitatkozni arról, hogy ennek a háborúnak mennyi értelme volt, vagy milyen volt a hadvezetésünk minősége, de az faktum, hogy a tehérgépkocsijainknak, harckocsijainknak, lövegeinknek hány százaléka kerül ki a keleti frontra, és ez faktum, hogy akkor, amit lehetett adni a második hadseregnek, a Magyar Király második honvéd hadseregnek, azt mindent megkapott ez a haderő. A hadsereg, bocsánat. Majdnem 130 ezer katona, hogy sor a sorkatona már nagy részüket nyilván besorozták, és munkaszolgálatos volt érintett ebben a történelmi tragédiában. Picit elevenítsük fel, hát a dolog hangulatát is, hogyha úgy tetszik, hogy milyen körülmények között kellett nekik küzdeniük, és, és, mi történt velük pontosan? Itt azt látom még lényegesnek kiemelni, közveszélyben nem gyakran beszélünk erről, de mindenképpen érdemes ezt megemlíteni, hogy mind a Magyar Királyi Honvédségnek a vezetése, mind pedig a Magyar Politikai Vezetés, úgy idézőjelben mondom, hogy ez csúnya szó lesz, de lesporolt százezer embert abból, hogy kiküldjék a keleti frontra, hiszen egy szabályos hadseregben 9 hadosztálynak kellett volna szerepelni, ez, ezt teljesítettük, viszont az, a szabálytól eltérően nem három ezreddel küldtük ki ezeket, hanem csak kettővel. Igen. Tehát létrehoztuk az a könnyű hadosztály fogalmát, tehát ez egy fából vaskarik volt egy picit, de ezt is ki kell ezzel kapcsolatban emelni. És az eredeti kérdésre visszatérve, annyit tudnék erre el elmondani alapvetően, hogy a Doni katasztrófában picit összesűrűsödik az egész 20. századi magyar történelem, és összesűr, összesűrűsödik az egész második világháborús Magyarországi történelem valahol. Hiszen ha említett a zsidó munkaszolgálatosok sorsát, itt ki kell emelni, hogy valóban volt arra példa, hogy igen, embertelenül bántak velük, de volt arra is példa, hogy emberségesen bánt velük a helyi parancsnok, sőt, arra is volt példa, hogy amikor megtörtént az áttörés, a szabályzatot teljesen eltérő módon a zsidó munkaszolgálatosok fegyvert ragadtak egy kétségbejtő helyzetben, és pont az ő helytársuk mentett meg akár ma Magyar Királyi Honvédség más alakulatait. Vagy nagyon fontosnak tartom kiemelni például Jánik Gusztávnak, Jánik Gusztáv a szerepén, hiszen az iskolában Akkor megtanultuk, hogy gyakorlatilag a hírhet hat, hat, parancsát mindenki ismeri, aki foglalkozik a történelemmel, de azt már kevesebben tudják, hogy ez a hat parancs hogyan zárul. Hogy utal arra, hogy számos esetben azt látta, hogy a Magyar Királyi Honvédség alakulatai rendezetlen módon állati sűrhebben nyomását keltette, nagyjából pontosan idéztem, Igen. de eközben zsidó munkaszolgáltató alakulatok pedig rendezett sorokban vonultak vissza, kérem szépen. Tehát itt vagyunk már a, gyakorlatilag a holokausz törvény előtt, megvannak már a magyarországi zsidó törvények jelentős részei, rendeletek, és hogy van ez, hogy a magyar királyi második honvéd hadsereg azt mondja, hogy a zsidó munkaszolgálatosok sok, szempontból jobban helytáltak. Hát persze, hogy nem került be ez a közbeszédbe, hiszen nem írik bele a fő narratívákba. De a történelem mindig ilyen, nem fekete-fehér, mindig több forrás meg kell nézni, és nagyon komplex képről van szó, amelyet hát nem lehet rövid ö, interjúban teljes mérségben fölvázolni, ezért tudom azt mondani csak, hogy el kell olvasni megfelelő publikációkat, erre rá kell szenni az időt, itt elsősorban Szabó Péternek a közelmúlva megyen monográfiára tudok leginkább utalni, de számos más kiváló történész film is, dokumentumfilm is más szerencsére rendelkezésre áll. Azonban azt is mondani kell, hogy mivel a mai kultúra alapvetően vizuális, ezért kínzóan hiányzik egy estés játékfény például az egész katasztrófáról, hogy ezt gyakorlatilag az ember átélhesse. Mi történt ott benne a Doni pokolban? Nem tudtunk beszélni az időjárási körülményekről például. azért is kérdeztem, mínusz 40 fok. Minusz 42 fokot rögzített egyik hatás naplója. Nem tudtunk beszélni hosszabban a harmadik külön különbalsorsáról, nem hát tudtunk szerint... beszélni az emberi helytállásokról. Igen. Tehát gyakorlatilag órákon keresztül tudnánk itt Így beszélni, van. és ez egy olyan téma tényleg, amit, amit nem lehet eléggé alaposan átbeszélni, de a legfontosabb az, hogy legyen a közbeszéd része, beszéljünk róla. Hát ez most megtörtént, amikor a röviden is sokan azt mondják, hogy ez a Mohács utáni legnagyobb magyar katonai tragédia volt. Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk. Köszönöm szépen.